Nekem úgy jött ez az indítatás egy 2 nappal előtte, ugye Lőrinc mesélte nekem, hogy képzeljem el, hogy hittanóráról ők kimentek a templomba, és a hittan tanárnéni ugye kirakta a rajzaikat, és ugye hát fel volt villanyozva a gyereknek a szeme, hogy az ő rajza is kint volt a templomba, mert az volt a feladat, hogy a Szentlélekről kellett rajzolni. És akkor hát kérdezem tőle, mondom, mit rajzoltál a Szentlélekről? Azt mondja, és mondta, hogy hát egy galambot, meg egy tüzet. És akkor mondom, mit beszéltetek, mondom, mit mondott nektek Incike néni, a hittan tanárnéni a Szentlélekről? Hát és akkor ő elkezdte mondani, hogy hát, hogy a galamb, meg a tűz, meg hogy ugye kiárad. Én is csak akkor kapcsoltam, ugye, hogy pünkös, mert nekem az egészből csak annyi maradt meg, hogy jaj, de jó, hétfőn nem kell menni dolgozni. És akkor na, így kezdett el bennem forgolódni ez az egész dolog. Azt még sajnálom, de na, hogy ugye így van a gyerek megrontva. Ő most megtudta kívülről, hogy mi az, hogy Szentlélek. Megtudott egy hazugságot. És arról meg nem tudod, hogy az, ugye ő meg ott volt, tehát a gyerek az benne van a Szentlélek örömébe. De most már ő megtanulta kívülről, hogy hát a galamb, ha leszáll, meg a tűz, meg stb. Ezeket a külső dolgokat mind-mind megtanulta. Úgyhogy, na így indult ez az egész, így kezdett el bennem először a gyomromba forgolódni, és akkor ezt adta belőle atyám, de hát nekem is úgy szükségem volt erre. Kaptam egy erőteljes meglátást, kijelentést, és hát egyszerűen nem volt rá erőm, ugye hétvége volt, és hát meg se próbáltam. De hát egyszerűen nem volt, úgy voltam, hogy ti mondtátok, hogy még aludni sem volt erőm, de arra se, hogy a telefont megfogjam, és hogy mert egyszerűen ön erőteljes volt. Tehát arról volt szó, hogy a gyermeket, hogy tehát mikor, tehát hamarabb belekerülünk már gyerekkorunkba az ezotériába, mint gondolnánk, tehát a New Age-be. És hát én, ez egy olyan hatalmas kijelentés volt, és olyan megbotránkoztató is egyben, mert az ember nem is gondolná, hogy milyen gyorsan. És hát a horoszkóp által, hát a horoszkóp az az alapja, tehát az egyik alappillére az ezotériának. Tehát ezzel kezdődik gyerekre, főleg a fiatalokra, így környékezi meg az ezotéria, ugye a horoszkóppal is. Ma már ez annyira divatos, még hogyha az ember nem is hisz benne, úgy, hogy kövesse a, mit tudom én, a napra készen, de akkor is mindenki büszkén magára veszi a horoszkópnak valamelyik képét. És hát ugye a horoszkóp az már ott kezdődött a Egyiptomba, Egyiptomból átment Babilonba, Babilonból a görögökhöz, ugye a görögök is adták ezt a nevet neki, hogy horoszkóp, tehát időszámítás, és a görögöktől vették át a rómaiak, és hát pont arról van szó, hogy tehát a második parancsolat, ami ki lett véve, ugye a katolikus vallás kivette a izéből, a parancsolatok közül, hogy az ember semmilyen ugye ne készítsen képet se a fentiekről, se a lentiekről, és hát ugye ez a kettő van összeboronálva, és az ember így vesz magára egy olvas magára, vagy olvastat, vagy akár ezt a szülők is ráolvassák, vagy maga a tinédzser, aki elkezd érdeklődni az iránt, hogy ő kicsoda, micsoda, és hát az ilyen mézes-mázos módon, ugye horoszkóp ott az ember magára olvassa, és hát az eléggé megbélyegezi azzal az ember a sorsát, és már rálépett az ezotéria útjára. A többi az meg már csak jön magától, és hát ugye a Wikipédiából lélek rávezetett, hogy mit ír a horoszkóp eredetéről, hát szépen ugye bele van víve a hinduizmusba, a keresztény vallásba,
tehát a földkerekséget bejárta. Na, és ez egy olyan alapidentitás, ami szépen az egót, az ént úgymond felöltözteti, és hát ezt szinte a mai modern világban senki meg nem ússza, hogy ne azonosítsa magát azzal a csillagképpel, amit tud. Aztán ugye az egész, tehát a csillagképpel együtt jön az emberre az egész tulajdonság, mert az ember annak örül, amikor jókat olvas a csillagjegyéről, de annak nem örül, amikor negatív dolgokat. És akkor onnantól kezdve az ember el is kezdi számítgatni, hogy hogyan alakul az élete, hogy ki hogyan válaszol magának társat, stb., és akkor így jut el a jósokig, és stb. Stb. Tehát így van kikövezve ennek az útja. Úgyhogy az ember sokkal hamarabb rálép, belelép az ezotériába, mint gondolná, és sokan nem is tudják az eredetét, én sem tudtam, hogy igazából melyik valláshoz tartozik, tehát ilyen értelemben ugye az egész világ ebben a vallásban van, mert hiába mondja az ateista is, hogy nem, ő nem vallásos, de hogy nem, hát szinte még az ateisták is úgy ragaszkodnak, kapaszkodnak a horoszkópjukhoz, tehát ahhoz a csillagképhez, amihez tartoznak, és ugye ott is vannak a faragott képek, a faragott jelképek előbb az elmébe, majd a szívbe, ugye a jellembe, aztán az ember már mutogatja is, tehát már lassan nincs is olyan, lassan már csak a izébe kell megjelenjen a személyigazolványba, hogy az embernek mi a horoszkópja, mert az ember szívesen azt is, mint bélyeget, ugye, oda beírná. Hát a celebeknek ugye fel is van tüntetve, meg a sikeres embereknek, és az emberek erre is, főleg a fiatalok, nagyon sokan rákeresnek, hogy akkor hogyan lesznek a csillagképük szerint, melyikek azok a celebek, melyikek azok a hírességek, akik valamire vitték ebben a világban, és akkor ugye ezáltal is még inkább bemerítkeznek ebbe a vallásba is, hát amint mondtam, így kezdődik el a sátán mélységei, a többi az jön magától. Na és hát nem volt időm, nem hogy időm, egyszerűen nem időm, hanem időm volt, erőm nem volt ezt így elmondani, és na és hát így felismertem ebből a beszédből, amit mondtatok. Igen, nekem is van ez így, hogy jönnek olyan kijelentések, hogy egyszerűen összeroskodok a súlya alatt. De nem azért, mert Isten nem adna erőt, hogy kijelentsem azt, amit megkaptam, megértettem, hanem azért, mert én azt hiszem, hogy én kell kijelentsem. Elkezdek rajta gondolkodni, hogy akkor ezt hogy is fogalmazzam, mint is fogalmazzam. Én sokszor jártam így. Hogy az élő előtt elkezdtem ottan gondolkodni, meg morfondírozni, hogy akkor ezt hogyan kezdem, mint kezdem, meg minden. És úgy tettem, mintha én akarnám, úgymond, az Isten országát előre mozítani Isten helyett. És ilyenkor összeroskadtam. Ez nagyon nehéz, ez megint a test és a lélek harca. Amikor a test akar úgymond vitézkedni, akar az Isten helyett is beszélni, vagy megfogalmazni bármit is. És ez itt van az, hogy jó, hogyha az ember ugye spontán szituációba kerül, akár egy ilyen beszélgetésben is, és teljesen lazán kijön minden, ami ki kell jöjjön, gondolkodás nélkül. Hogy legyen nyilvánvaló, hogy akkor ezt nem te agyaltad ki, ezt nem te gondoltad ki, hanem egyszerűen adta Isten ezt a kijelentést, és hát ajándék. Tehát nem az én intelligenciának, nem a mi intelligenciánknak a szüleménye, gyümölcse, hanem ajándékként adatott az a kijelentés. Csak tényleg, mivel hogy túl kemény néha az a kijelentés, mert ugye az ember kell szembesülni azt, hogy miben volt benne éveken keresztül, ezért így néha így megtorpan a lélek, mert azonosul a testnek a félelmeivel, mert a test megijed, hogy le van leplezve az egész színház, az egész színdarab le van leplezve, és megtorpan a test, az az igazság ilyenkor, mert ugye amikor ilyen dolgok jönnek, akkor nem csak kifelé beszélünk, hanem hát befelé is, és az sokkal fontosabb, mint a kifelé beszélés, hogy az ember befelé beszéljen, hogy engedje, hogy le legyen fegyverezve minden magaslat, ugye, az erősség a házban legyen megkötözve, mert másképp nem lehet kihajítani a házból,
nem lehet kirabolni az ő házát, nem lehet elkilapátolni, kivinni az ő kincseit, az ő hazugságait a házból, ugye, az értelemből, a szívből. Igen, ezt én is átérzem, de na, talán azért is jó erről beszélni, hogyha valaki hall erről, akkor vegye tudomásul, hogy nem kell megtorpan, nem kell megijedni, mert hogyha adja Isten a kijelentést, és azt akar, hogy az kijelentés legyen, ne csak bejelentés, akkor adja az erőt is ahhoz, hogy az ember ezt megfogalmazza. Csak az agy az mindig bekavar. Nekem is, amikor valahányszor elkezdek gondolkodni, hogy hogyan kezdem, hogyan fogalmazzam, az teljesen biztos, hogy rosszul fog kezdődni, és az első néhány percben nem teszek más, mint hadakozok a lélek ellen, a lélek kijelentés ellen. Mert az már meg van fogalmazva, tökéletesen elvégeztetett, ugye, lélek által a mennyben el van már végezve, de én még mindig izomból gyúrom a helyes megfogalmazást, hogy ez hogyan kell majd szóljon. De ez őrültség, ilyet nem van a szabad csináljunk egyáltalán. Persze ezt ugye, amíg a test felfogja, addig eltelik egy kis idő, mert hát ő meg van szokva ahhoz, hogy ő kell feleljen, ő meg kell feleljen, és ő ugye Romániában 10-re, Magyarországon pedig 5-re kell feleljen. És ez a szellemiség mozgat bennünket még abban is, hogy az igazságot kijelentsük. Hogy mi lesz, hogyha nem lesz csillagos 5-ös, csak 4-es, vagy 4-50. És így sokszor ugye a test beleszól a lélek dolgaiba. Amúgy ez nagyon kemény. Tehát amíg ezt így mondtad a horoszkopról, nekem az jött, hogy ugye keressük a fennevad bélyegét valahol a jövőben, 100 év múlva, de közben ott van, tehát rajtunk, belénk van égetve a fennevad bélyege. Rajtunk van, tehát hogy igazából nem azon kéne gondolkozzunk, hogy ne vegyük fel, és mi lesz a fennevad bélyege, hanem azon, hogy ha észrevettük, hogy rajtunk van, akkor hogyan lehetne attól megszabadulni. Így, ahogy mondta Kornélia is, hogy igazából még az is a fennevad bélyege, hogy a gyermek, aki tudja, aki lélekben van, lélekben mozog, elkezd kívülről hallani a Szent Lélekről, és a Szent Lélek, aki őt mostanig mozgatta, és közössége volt vele, az rajta kívül kerül. Ugye a szívből, vagyis a lélekből bekerül az ő értelmébe. De figyelj meg, hogy majdnem azt lehet mondani, hogy az agyon keresztül távozik a Szent Lélek, az agyunkon keresztül, és az igazság az, hogy az agyon keresztül is jön be valamelyest, ugye, mert hallásból terjed. Először az ember emberi módon hallja, hogy van olyan, és akkor kívánja ugye azt megismerni, és akkor rá kell jön arra, hogy igen, hát jó volna gyermek lenni, de ez az a probléma a gyermeki léttel, hogy azt kivételesen nem lehet megtanulni. Mi pedig megszoktuk azt, hogy mindent megtanultunk. Mindent meg kell tanulni ezen a földön, ebben a modern társadalomban. És akkor ott a hatalmas botrány, hogy megtanultuk azt, hogy tanulni kell, megtanultunk jól tanulni, és akkor most van egy értékes kincs, aminélkül nincsen élet, de azt nem tudjuk megtanulni. És akkor az ember ezen a ponton omlik össze, hogy atyám, uram, irgalmaz. Óriási bajok vannak, mert megértettem, az agyammal felfogtam, hogy annélkül nincs élet, de én ezt nem tudom megtanulni. Sőt, semmit sem tudok jóformán tenni azért, hogy ezt megkapja, hanem ez ajándék. Igen, de megszoktuk azt is, hogy minden pénzért van. Tehát ajándékot nem tudunk elfogadni. Akkor hogy mi lesz a mi megmenekülésünkkel, a lelkünknek a szabadulásával, hogyha mi megtanultunk tanulni, nem tudunk semmit sem elfelejteni, és megtanultuk azt is, hogy minden pénzért van, minden valamiért van, és hogy nem ismerjük az ajándékot. Vagy ha ismerjük is az ajándékot, annak a formát, azt a formát ismerjük az ajándéknak, az ajándékozásnak, hogy számon tartom, hogy mit adtál nekem, a múltkor adtál a kisfiamnak, egy első áldozása volt, adtál, mit tudom én, 2000 lehet, és akkor én vissza kell adja a kamatostól neked 2400-at legközelebb, hogyha ott a gyermeket lesz, első áldozó. Tehát az ember ajándékozni sem tud. Mert Jézus mit mond az ajándékozásról? Ő azt mondja, hogy a te bal kezed ne tudja, mit tesz a jobbik kezed, ugye? És ha valakit megvendégeltek, olyan embert vendégeljetek meg, akik nem tudják azt visszaadni, mert másképp fennáll a veszélye, hogy az egészben a számítás van, tehát nem az ajándékozás van, az őszinte ajándékozás, hanem a biznisz.
Tehát mi itt, amit ajándéknak nevezünk agyilag, semmi sem ajándék. Még maga a szerelem sem, még a testi szerelem sem ajándék. Tudjuk jól, hogy az sem ajándék. Nem akarnék én ebben megint belemenni, hogy miért nem ajándék, mert szerintem azt nagyjából mindenki tudja, hogy miért nem ajándék. Tehát nem tudunk ajándékozni. Az, hogy esetleg vannak olyan emberek, akik tényleg azt úgy érik meg, talán, ezt el tudom fogadni, de az biztos, hogy alapjában véve az nem ajándék. Tehát kölcsönkel ér visszajár, tehát adjuk, vesszük egymás között, ugye? Tehát a kígyó befalja a saját farkát és megeszi, felfalja a saját magát. Vagy a yin-yang, ugye, hogy minden, tehát a kör bezárul, tehát nincsen kitörés a körből, a bűvös körből. Ezek nagyon kemény dolgok. Hogy igen, a fenevad bélyege már fel van véve a szentlélekkel is, azáltal, hogy a gyermek megtanulja a hittanórán, hogy van szentlélek. És akkor abban a helyben ő kiment a szentlélekből, és keresi magán kívül a szentlélekkel. És akkor keresztül kell menjen egy hatalmas kálvárián, hogy én jártam hittanórára, voltam templomba, hallottam Istenről, köszönöm szépen, jól laktam, ebből az Istenből nekem már nem kell. Nekem már nem kell, mert én ezt már ismerem. És így ugye, még annak a lehetőséget is elveszíti, hogy megismerje az igazi, az élő Istent. Pontosan, tehát ezt nehéz nekünk elfogadni és felfogni. Ezért is mondta Jézus, hogy embernek lehetetlen, mert hogy a tudásra, a tudatosságra lettünk kondicionálva, programozva, és Jézus ezt a tudást szeretné rólunk lehámozni, mint ahogy a hagymát, amikor meghámozzuk, tehát lépésről lépésre lebontani a tudással szerzett, felvett összes bélyeget azért, hogy a végén csak a mag maradjon, tehát a letisztult, a tudástól, a tudatosságtól megtisztított lélek, amely már bizalomból ismeretet kap, tehát Isten képessé teszi, megtölti a mennyek országával, mert az ismeret, tehát hatalmas különbség van az ismeret és a tudatosság, tehát a tudás között. Nincs olyan, az is hazugság, hogy krisztusi tudatosság, mert Krisztus nem lehet megtanulni, csak ugye megismerkedni vele, és még így is hazugság, igazából ő az, aki megjeleníti, kijelenti magát nekünk, tehát ő ismertet meg bennünket, és ezáltal hagyjuk el a tudást, mert minden ilyen tudatossággal szerzett bélyeget, ugye bélyeggel szembesít, és hát a hamisat elengedjük az igaziért. A Krisztus ismeretéért, hogy még többet kaphassunk belőle az ő jelenlétéből. Hát nem is jó belegondolni abba, hogy mi áll az ember előtt, mennyi szenvedés, mennyi gyötrelem, amikor még mindig azon van a legtöbb ember, ugye, most ismerkedik a tudatosság fejlesztéssel, hogy ő még tovább akarja fejleszteni a tudatosságát. Múltkor beszélgettem egy hölgyel a vonaton, és ő is beszélt nekem a fejlődéstől. Közben nekem a lélek parancsolt, hogy egy szélid és változatos szívű, nehogy megbántsam, mert láttam azt, hogy nem áll távol a mennyek országától. Így a szándékában, a lelkében. És mondtam neki, hogy te, mondta, hogy fejlődés. Mondom, hogy mondod? És azt mondja, hát fejlesztés, fejlődés. És akkor megint visszakéreztem, hogy mondtam? Nem értem. És akkor megint ugye ismételt, hogy fejlődés. És mondom, hogy miért éppen fej? Hogyha nem azt mondanád, hogy fejlődés, akkor mit mondanál? És akkor így elmosolyogta magát, hogy tényleg te, hogy a tudás az mind az agyban van. És akkor így feltettem a kérdést, hogy szeretnéd-e, hogy azt a fejnek a hatalmas tartalmát letenni, hogy ne kontrollálni dolgokat, és egyszerűen csak engedni, hogy Isten végezze el azt, amit akar végezni. Tehát bízni abban, hogy ő megadja nekünk azt, amire szükségünk van. Ahogy Jézus mondta, hogy ő tökéletesen látja, mire van szükségünk. Mi keressük először az ő országát, az ő szavát, és minden más megadatik. És akkor az a fejlődés, ami a jónak hangzik, mert jónak hangzik, ugye, hogy fejlődünk, tehát fejlesztés történik, növekedünk, ugye? De ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy aki fejlődik, mindenki meg van terhelve, tele van aggodalommal, mint ahogy a Salamon is elmondta, hogy még a bölcsességben is mekkora fájdalom van. Ugye, főképp, aki megtapasztalta, kapott bölcsességet, az tudja, hogy a bölcsességben is mekkora fájdalom van, és mekkora teher a léleknek a bölcsesség.
És akkor azt mondja, a hölgy mondta ki, akivel beszélgettem a vonaton, hogy hát akkor szívlődés. És akkor így kezdtünk ki átszerezni a szavakkal, hogy igen, hát valójában az kéne szívlődni és nem fejlődni. Persze ez sem a helyes kifejezés, de közelebb áll az igazsághoz, mint az, hogy fejlődés. Az ember szembesül azzal, hogy azért milyen kemény dolog ez a, mekkora, mondjam azt, hát igen, ahogy mondják új szóval, karma, milyen nehéz teher a lélek számára, hogy ő fejlődni akar, amikor ő játszhatna, mint gyermek. Ott lehetne az atya örömében, ahogy mondta Jézus, és játszhatna, mint gyermek. Ugye fejlődni akar, mert arra van kondicionálva, és még arról is meg van győzve, hogy te akartál fejlődni. Tehát a tudat alattiban bekerült az, hogy én akartam fejlődni. Tehát ejtették, hogy ez az én vágyam, ez az én kívánságom, hogy fejlődjek. Holott nem az én kívánságom, amíg én gyermek voltam, nekem eszem ágába sem volt fejlődni. Nekem örültem, hogyha játszhattam, hogyha bent lehettem ugye a lélek örömében, mint gyermek, lelkesedésben. Viszont milyen alattomosnak ing az, hogy tényleg én is azt hittem, hogy én akarok fejlődni, hogy én akarom magamat fejleszteni. Én ezt el tudtam hinni. És tudom, hogy nem csak az énem tudta ezt elhinni, hanem nagyon sok embernek az énje elhitte, hogy ő fejlődni akar, hogy fejlődésre van neki szüksége. És ez mozgatott mindent, tehát ez vitt bele engemet a politikába, ez vitt bele hát valamennyire ugye a politikába, a közszereplésbe, meg az ilyen dolgokba, ugye a különböző hamis ambíciókba, hogy én magamat fejleszteni akarom, és szükségem van tanításokra, tudásra, és ilyen dolgokra, ugye, hogy kell magamat, én fejlesszem. Mekkora teher a léleknek? Hatalmas, hát és akkor ezelől tényleg senki nem menekülhet, akit egyszer a társadalom nevelt, vagy olyan környezetbe, hát biztos, hogy nem. Legalábbis Jézuson kívül senki nem úszta meg. Tehát amikor már azt is mondjuk, hogy mindent kitalál az ember, csak az élő Istennel ne legyen neki személyes kapcsolata. Tehát akkor, ha nem akarunk már celebek által, vagy tudományok által, akár valós, akár valótlan tudományok által, vagy a vallás által, oké, a vallás is egy tudomány, emberi tudomány. Tehát, hogyha nem ezek által akarunk, akkor tanuljunk a természet által. Tanuljunk az állatoktól, a természettől. Tehát bármitől tanuljunk, bármilyen teremtett dologtól, csak az élő Istentől nem. Tehát azt el nem tudjuk fogadni. Én ezt nem tudom, hogy történhetett meg, vagy hogy ez így fogalmam nincs, hogyan valósult meg, de tényleg az ember, aki beszél, aki kommunikálhat, nem tudja felfogni, nem tudja elfogadni, hogy az, aki őt teremtette, az ugyanúgy beszél. Tehát azt nem, az oké, hogy mi beszélünk, de az már számunkra elfogadhatatlan, hogy az, aki mindezt eltervezte, és lehetővé tette számunkra is, na ő nem tud beszélni, csak mi. Úgyhogy ezért még egy állattól is sokkal jobb tanulni, vagy ugye magától a természettől, de a lényeg az, hogy tudatosodjunk, fejlődjünk, tanuljunk, hogy egyszerűen nehogy megusszuk a poklot, a végső elkárhozást. Szörnyű. Tehát azzal akarjuk megúszni a nehézséget, a fájdalmat, a szenvedést, amit gyakorlatilag abba visz minket. Tehát az eszköz, amiről mi azt gondoljuk, hogy meg fog minket menteni a fájdalomtól, a szenvedéstől, tulajdonképpen az okozza nekünk a fájdalmat, a szenvedést és a poklot. Nagyon kemény ez, nagyon kemény is. És látom, hogy az ember azért jó sokáig tudja ezt csinálni, mert elég sok mindenki van lopva az igazságból. Tehát ugye megfigyelés által sok mindenki van lopva az igazságból, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy az ember testileg egészséges legyen, hogy fenntartsa a test tudatát, ugye a test erejét. Mert hogyha a test ereje nincsen fenntartva, akkor a test nem szolgálja a földi rendszert, nem szolgálja ezeket a földi struktúrákat, az infrastruktúrát. Tehát szükséges, hogy az ember a testben, a testi gondolkodásban legyen tartva, mert különben nem fog ebben részt venni ebben az egész,
egész dologban, ebben az egész játszmában. És a legdurvább az, hogy a hátterében az egésznek mi van? Hát az, hogy igen, a testtudat fenn van tartva, de miből van fenntartva a testtudat? Hát a lélekből. A lélekből van kilopva. És azt mondja Isten, hogy egy darabig adom az erőt, hogyha valaki hajlandó felébredni, nem le, hanem felébredni, és felkelni, tehát feltámadni ugye, a lelki halálból, a sötétségből, annak ugye adok még lehetőséget, de akinek eszágába sincsen, a testben akar maradni, a test tudatot akarja táplálni, annak attól meg fogom vonni a kegyelmet. Mert a testtudatnak a táplálásával történik minden, a háború és mindenfajta, ugye gyilkosság, mindenfajta gonoszság, paráznaság és minden. Ugye a testtudatomot, amit mindenképp el fogok veszíteni, na azt táplálom, azt éltetem, és abban reménykedek, holott a szemem láttára történik az, hogy a külső képek omlanak össze. A külső képek szépen sorjára omlanak össze. Azok a képek, amelyek megmutatják nekem, hogy én miért harcolok, miért gürcölök, azt mutatják, hogy az a világ, amit én teremtettem, amit az én teremtett halálra van ítélve, és mégsem engedem el, hanem inkább belemegyek én is a halálba, és itt előjön egy olyan kijelentés, amit a minap kaptam, és külön akartam előtt csinálni egy felvételt, de nem úgy alakult, ezért most elmondom, hogy mi az, amit az ember nehezebben tud elengedni az életét. Mert bármennyire is furcsa, az ember számára nem az élet a legértékesebb, hanem az én tudat, az ego tudat, a test tudat. Tehát az ember sokkal nehezebben engedi el az ő hamis, hazug hiedelmeit, mint az életét. Inkább meghal, hát erőszónak a háborúk, elmegy az ember háborúba, és képes lőni, képes ölni, képes gyilkolni, mintsem, hogy azt mondja, hogy én nem akarok gyilkos lenni, Atyám, könyörülj rajtam. Én nem akarok ölni, inkább öljenek meg, de én nem akarok gyilkos lenni. Tehát az én tudatot, ami bele van verve az embernek a fejébe, legyen az amerikaiság tudat, ugye, amerikai nemzeti öntudat, vagy magyar, vagy székely, vagy orosz, vagy cigány, vagy teljesen mindegy, ugye, azt nem képes az ember elengedni. Tehát inkább meghal, inkább engedi a lelkét kárba veszni, elkárhozni, mintsem, hogy elengedje azt az én tudatot, azt a hazug én képet, amit ő kívülről, a külső sötétségből felépítette. A külső sötétségből felépített. Borzalmas, hogy ezt így meglátni, és így látni. Igen, így néha az ember megijed, és nekem sem jönnek a szavak, hogy Atyám, én erről hogy beszéljek? Hát ezt meg sem tudom fogalmazni. Persze nem tudod megfogalmazni. Engedd, hogy én fogalmazzam meg. Te fogd be. Ahogy kapta a minap, nem is tudom, ja, Edith mondta, hogy hát érezte, hogy bajban van, mert a külső képek azt mutatták, hogy ő bajban van, hogy valami nem igazán stimmel az ő életében, ott valami problémák vannak, valamit ő erős benézett, és akkor érezte, hogy hát itt nincsen más megoldás, mint imádkozni. És hát azt mondja, na, hát akkor imádkozok. És mit hallott? Akkor hallgass. Ha már úgy döntöttél, meghoztad azt a döntést, hogy imádkozni fogsz, na akkor hallgass, fogd be a szádat, és akkor történt, hogy Isten elkezdte őt tanítani, ugye? Hallotta, mert imádkozni azt jelenti, hogy én hallgatom. Kérni azt jelenti, hogy én hallgatom. Mit mondhatnék én az ég és a föld teremtőjének? Tehát egyértelmű, hogyha én imádkozok, akkor vagyok passzív, csak nem? Amikor hallgatom Istent, máskor, hogy aktív vagyok, amikor már cselekszem azt, amit én tőle hallottam, és megosztom embertársaimmal, akkor már aktív vagyok. De az ima, ugye, főképp a belső ima, amikor az ember az ő belső szobájában van és fohászkodik, ugye, az ugye passzív. Én nem kell Istennek ottan magyarázzak, hogy te hát bocsáss meg, simádkozok én, Jóskáit, Kingáit, mindenkit, mint hogyha az én ugye könyörgésemre menekülnek meg azok az emberek. De egyszerűen nekem csak arra van szükségem, hogy én a lelket halljam fohászkodni én benne, mert azt tanít engem, az formálja át az én lelkemet, ahogy a Istennek a lelke bennem fohászkodik, és felteszi a kérdést, adja a választ, és én, mint a mozizi szemlélem, mint egy filmet is szemlélem az ő tanítást, az ő kijelentéseit. Ezen az igazi ima. Apropó külső képek, erről szerettem volna beszélni, de ebből most már úgy látszik, élő nem lesz, vagyis hát mindenképp élő,
mert élő a gondolat, élő a kijelentés, csak hát nem élőadásban van, hanem így akkor most ezt lebeszéljük, ha Isten is úgy akarja. Hogy a külső képek, ugye, mit mutatnak a külső képek, és hogyan teremt az ember. És hát az igazság az, hogy olyan kemény dolgokat kaptam az elmúlt napokban, hogy az igazság az, hogy megszeppentem, megijedtem, hogy hogyan teremtek én káoszt magam körül, hogyan tudnék még mindig zavart kelteni, amennyek országában hogyan tudnék háborút létrehozni a mennyek országában. Ha netán bekerülnék a mennyek országába, avval a lélekkel, ami mostan vagyok, akkor ott létrehoznám az első világháborút a mennyek országában. És az egész gondolat azáltal lett megelevenítve számomra, hogy olvastam Kornéliának egy hozzászólását ahhoz a bejegyzéshez, aminek az a címe, hogy miért tud lehúzni mások véleménye. És abban a kommentjében, ebben a hozzászólásában azt írta, mert ahány emberrel kapcsolatba lépünk életünk során, annyi ember, lelkület, identitás és kép lakozik bennünk. Azt a hé, ahány emberrel kapcsolatba lépünk életünk során, annyi ember, annyi lelkület, annyi identitás, annyi kép lakozik bennünk. És ugye Kornélia arról írt, hogy mikor zavarja az embert mások véleménye? Hát akkor, hogyha abból, amit ők mondanak rólunk, vagy ellenünk, bennünk van valami. Ezért mondja Jézus, hogy most vettetik ki a világ ura, a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Hát ugye maga a halál, maga a hazugság, a hazug identitások, ugye, azok felülkelekednek és elkezdenek ugye tombolni, és támadják az igazságot, de ő benne nincsen semmije. Tehát a halálnak, a gonoszságnak, a hazugságnak ő benne nincsen semmije, ezért nem maradt ő a sírban. Csak 3 napig. 3 napig volt bent, és aztán feltámadt, legyőzte a halált, mert azzal, amit előtt vádolták, az nem volt ő benne. Ezért az a tiszta lélek, aki ő volt, Isten által, az Atya által, az legyőzte a halált, és a testet feltámasztotta. Mert úgy volt kedves Istennek, ez nyilván felfoghatatlan, és ilyenkor ugye a test nekem megint bepróbálkozik, hogy ne beszéljek erről, mert nincs értelme. Ezt senki nem értheti meg. Így van. Ezt senki nem értheti meg aggyal. Elmével, értelemmel fel nem foghatja senki. Csak az, aki ugyanannal van születve, vagy aki már kérte a mindenható Isten segítségét, hogy értse az igazságot, annak a tanítását. És hát az, amit én kaptam az elmúlt napokban, és elég élesen megtapasztaltam, hogy igen, az összes kép, ami kint van, az ugye bent van, bennem van. Ez igaz a világi emberekre is, és igaz ránk is. Annyi különbséggel, hogy számomra, vagy számodra, ugye most mi ketten beszélgetünk, és egy lélek vezet minket, tanít minket, ugye Isten szemében testvérek vagyunk, utitársak vagyunk, ugye játszótársak vagyunk, egy család vagyunk, tehát számomra te vagy valamelyest ugye az én tükörképem, te vagy az, ami ott van bennem, és ez fordítva is így van. Nem hiába mutatott olyan álmokat Isten, nem egyszer, nem kétszer, nem elég sokszor, hogy minket ugye összeházasított egymással. És ugye voltak ilyen házasság, az elején ezt úgy értelmeztük, volt olyan értelme, hogy a test úgy értelmezte, hogy jaj, de jó, akkor meg kell házasodni. Valamelyeket elveszem feleségül, vagy valaki engemet, ugye, hát, hogy mondjam, hozzám jön feleségül, vagy valamihez hasonló. A test meg volt kísértve ezáltal. És meg kellett értsük azt, hogy Isten ezeket a képeket azért adta, hogy felfogjuk, hogy mi egy család vagyunk. És nem is olyan rég kapott Kornélia ilyen álomképeket, amiben egyértelműen látta, hogy az ő álmában, ugye én a férje vagyok, de nem csak én vagyok a férje, hanem Levike is, és nem tudom én, most nem kapott ő többet, de ugye ez botrány volt az ő testi gondolkodásának, hogy hogy lehet mind a kettő a férje. És Isten megmutatta, hogy úgy, hogy az ő férjének nincsen nemisége, és neki sincsen nemisége. Tehát egy család vagyunk, egy testvér vagyunk, és milyen gyönyörűséges volt az, hogy a minap, amikor megkérdeztem Hajnikát, hogy akkor most ti hogy látjátok, hogy
ugye megvolt a házasság, megvolt az esküvő, megvolt a kemény évek, meg minden, és Isten most titeket gyermekké formál. És talán ugye most már tapasztaljátok azt, hogy ti már nem férj és feleség vagytok, hanem testvérek. És megkérdeztem, hogy melyik jobb, a házastársi viszony, vagy pedig a testvéri viszony is. Azt mondja, hogy jaj, hát a testvéri viszony, hát az mindenképp. És akkor elképzelhető az, hogy Isten azt akarja, hogy a házastársak is úgymond testvérek legyenek. Jaj, persze, nagyon is elképzelhető. Így van, ugye? És mennyivel másabb, amikor egy olyan személy mondja ezt, aki ebben benne van, és aki ezt éli, ugye? Mert Isten benne ezt végzi, és elvégezte, hogy már ott van, vagy már közeledik. Igen, hát erről beszél a Teremtés könyvében is jelképesen, ugye, hát Ádám és Éva, ők már házasok voltak, tehát egy ház, egy család addig, amíg az Édenbe bele nem kóstoltak a tudás fájába, a jót-rosszul tudás fájába, és hát a különbségeket ugye akkor látták meg, amikor elkezdtek tudni, amikor tudatosak lettek, amik csak ismeretesek, addig nem volt probléma, nem kellett összeházasodjanak, ugye testileg is nem volt törvény, mert ők házasok voltak, asszony és férfi. Habár felek voltak, de egyenlő felek. Mind a kettőbe, tehát az egyik, tehát Évába benne volt Ádám, Ádámba benne volt Éva. De ez így, ugye, amit Isten egybe szerkesztett, ez azáltal, hogy ők ezt tudni akarták, hogy hogyan is történt, ezáltal ők belenyúltak, tehát mind ahogy mondta Kornélia, a gyerek akkor van megrontva, amikor Istenről, a mennyek országáról elkezdik tanítani. Amikor ő kívülről kap képeket, addig a gyermek benne volt, de ezáltal veszik ki, ezáltal lesz megrontva. Persze, erről beszélünk, hogy amikor kondicionálva van kívülről, hogy hogyan gondolkodjon. Mert a mennyek országáról nekünk nem kéne gondolkodni, hogy igazából, hanem benne kéne úszni, benne kéne fürdőzni a mennyek országában, Istennek a lelkében. Tehát ezért ugye a mi tanításunk az nem tanítás, hanem bizonságtétel. Egyszerűen csak elmondjuk azt, hogy te, ez történt. Ezt tette a mindenható Isten. És az, ami tanúságtételünk, ugye a mi bizonságtételünk kíváncsivá tehet másokat is Isten országára, és úgy tudják megismerni mások is azt. Viszont visszatérve ahhoz, hogy hogy teremt az ember ez a kérdéshez. Nagyon kemény tapasztalatom volt, ugye, hogy ott tartottunk, hogy amíg a világban vagyunk, ott is a baráti körünk, a haveri kör, a család valamelyest tükrözi azt, amiben vagyunk mi. És ezért mondhattam azt a múltkor, ugye, hogy ami kívül történt a családomban, vagy az életemben, az ugye sajnos az bennem is ott volt, tehát belém lett ugye szivárogtatva. Nem tudtam volna azt mondani, hogy nekem ez semmi közöm nincsen. Nincsen közöm apámnak a szenvedéseihez, az ő halálához, sőt ellenkezőleg ugye azt láttam, hogy nekem is részem van abban. És hogy ha az ember fel tudja fogni, vagy merne szembesülni avval a gondolattal, hogy ilyen értelemben ő teremt, tehát ő kivetíti a képeket magából. Mert az, hogy most valakit előtt az autó, vagy valami baleset történik az én szemem láttára, azt én láttam, és még néhány ember. Azt nem mindenki látta. Bármilyen katasztrófa történt a világban, akármilyen szörnyűség, nyomorúság történt a világban, azt nem mindenki látta, egy néhány ember látta. Aki abban úgymond, akinek abban része volt, abban a látványban, akiben az a látvány megvolt, akinek a lelkében benne volt az, ami történt kívül, azok az emberek azt látták. Viszont akiknek a lelkében nem volt benne az, ami kívül történt, azok az emberek nem látták azt. Nem tudom, ez mennyire követhető. A ti szemeitek boldogok, mert látnak, és a ti füleitek boldogok, mert hallanak. Azt mondta Jézus. És nyilván, amikor azt mondja, hogy a mi szemeink boldogok, mert látnak, akkor arra gondol, hogy látják azt, amit ő is lát. Hogy látjuk már a mennyek országát,
még ha nem is színről színre, de már van fogalmunk róla, mert kaptunk arról látást. Na, de a durva az egészben, amit én tapasztaltam, de ezt én próbáltam elmondani a minap, valamelyik este, nem igazán ment, mert sajnos bűnben voltam, testben voltam. Tehát nem az volt, hogy a poharam csordultig volt, és úgy beszéltem. Tehát nem lélekből szóltam, hanem testből, noha lélek által, de testből próbáltam elmondani, hogy mi történt velem, hogy kijöttem a lélekből, és olyan döntést hoztam, amit testből hoztam meg, és ezért nekem nem is igazán volt békessége. És meggyőződésem az, hogy a testnek is vannak olyan cselekedeteim, amelyek lélekből vannak. Tehát Isten megengedi azt, hogy testi értelemben, akár a testért is elvégezzünk néhány dolgot, ami szükségszerű, amire áldás van. De vannak olyan dolgok, amire nincsen szükség egyáltalán Isten szemszögéből, és arra nincsen áldás. És hogyha nincsen áldás, akkor abban mi van? Szenvedés van. Nem áldás, hanem szenvedés van. Gyötrelem, lelki gyötrődés van, lelki békétlenség van abban, amire nincsen ugye áldás Istentől. És akkor ezt tapasztaltam meg, hogy hoztam egy olyan döntést, hogy azt hittem, hogy nekem valamire szükségem van, és közben nekem arra valamire nem volt szükségem. És hát mondjam azt, hogy kijöttem lélekből és agyból, emberi erőből próbáltam valamit megoldani. Tehát nem egy olyan bűn volt, amire ugye régebb azt mondtam, hogy ja, igen, az tényleg az nagyon komoly bűn, hogy mit tudom, hazugtam, loptam, vagy csaltam, vagy öltem, vagy paráználkodtam, hanem egyszerűen hoztam egy döntést, valamit meg akartam oldani, amit nem kellett volna, én megoldjak, mert arra már volt megoldás, már rég Istentől. De én nekifogtam saját akaratomból, hogy ezt megoldjam. És így kijöttem a lélekből. És hát az sem volt kellemes, hogy lélekből kijöttem. Viszont az, amikor próbáltam lopni, ugye, mert ilyenkor mit csinál az ember, amikor ő nincsen lélekben, nincsen neki lelki öröme, hát ő próbál lopni, nem? Hát meghallgatom, hogy hát ha Kinga tett fel egy bizonságot, és akkor abban én majd örömködni fogok, abban én majd fürdőzni fogok. És az történt, hogy meghallgattam két bizonságot egymás után, és mind a kettő rossz bizonság volt. Olyan értelemben rossz bizonság, hogy nem a Szent Léleknek a dicsőségéről tett bizonságot. Noha mindenképpen, még az is, hogyha én megvallom a bűnömet nyilvánosan, az is Isten dicsősége. Mert az ember nem tudja megvallani a bűneit, csak Isten lelkével. Tehát még az is, hogyha én bizonságot teszek a bennem lévő gonosz ellen, még az is Isten dicsősége. Csak azt akarom mondani, hogy amit én meghallgattam, az a két bizonság, az nem volt egy olyan örömteli bizonság, ami a egyenesen mennyek országából való. És úgy elképedtem, hogy hű, azt a hé, és úgy már értettem is, lélek által Isten nekem megmutatta, hogy ez miattad van. Miattad van. Az, hogy a másik lelépett az útról, vagy hogy megbotlott, vagy elbukott, ez is miattad van, mert ő a te családod. Ő az én testvérem, ő az én családom. És hogyha bennem bűn van, akkor már kint is bűn van, az én környezetemben is bűn van. És akkor tettem fel azt a videót, hogy én vagyok a világ megrontója. Na igen, de ezzel ugye nem értettem véget, mert én ugye nagy nehezen adtam, megvalottam, kínlódtam, kiszenvedtem, úgymond, testből, és ahogy sikerült, hogy elmondjam, hogy mi a helyzet, hogy hogyan történik a megrontás. És ez persze ez nem csak a mennyek országában történik így, hogyha egyáltalán történhet ilyesmi, hanem itt a Földön. Mert itt a Földön is mennyek országa volt. Valamikor, ugye, Éden volt. De a megrontás úgy történt, hogy amikor én belül megromlottam, amikor az ember elkezdett magában már kételkedni, az ő bensőjében, akkor ugye már kint megjelentek ugye a fájdalom képei, a rossz képek. Hát az történt, hogy Tibor másnap feljött, azt mondta, hogy te, kaptam egy álmot, és muszáj elmondjam, mert olyan békétlenségem, hogy érzem, hogy muszáj mindenképp elmondjam. És hát áldom a mindenható Istent, hogy elmondta, kapott néhány álmot velem, rólam, de rémálmot. Rémálmot kapott rólam. És én hallgattam, egy szót sem szóltam, nem akartam azt mondani, hogy hát ez rátartozik, mert tudtam, hogy ez rólam is szól, rólam szól egészen pontosan.
és hallgattam, és a csendben Isten nekem kijelentette, hogy ez az, amit okoztam én. Hogy az én utitársam egy borzalmas álomképet kapott rólam, aminek én voltam a főszereplője, azért, amit én tettem, amit én cselekedtem. És azt kellett mondjam, hogy Tibor, bocsássál meg nekem, mert ez igaz. Tehát tényleg az van, hogy figyelmetlen voltam, elbuktam, az agyamat, a saját értelmemet követtem, és kijöttem a lélekből. De valahányszor az ember kijön a lélekből, ő gyilkol. Tehát úgy igazából csak egy bűn van, a gyilkosság. Mert valahányszor az ember kijön lélekből, akkor ő már az élet ellen hadakozik, tehát gyilkol mindenki. Nincs olyan, hogy kicsi bűn, meg nagy bűn. A bűn azt jelenti, hogy életellenesség. Cselekedet, vagy gondolkodás, vagy döntés, vagy bármi. Életellenesség. Tehát ami nem lélekben van, minden életellenes, tehát minden gyilkos. Minden gondolatgyilkos, minden döntésgyilkos, és minden cselekedet gyilkos, ami nincs lélekben, és ami nincsen lélekből. És akkor ugye olyan gonosz az ember, a test, hogy őt az sem érdekli, hogyha ő szenved. Sokszor ugye annyira fakirok vagyunk, annyira érzéketlenek vagyunk, hogy nem érdekel minket az, hogyha mi szenvedünk. Viszont, hogyha valaki a közeliek, a hozzánk tartozók közül szenved, ugye, mint ahogy a szülő látja a gyermekének a szenvedését, az anyuka vagy az apuka, akkor neki is a szíve úgy fáj, hogy miért kell szenvedni az ő gyermekének, ugye. És azáltal van esély, hogy talán szenvesül valamit, hogy rosszul csinált. És ugye, hát ugyanezt történt nálam is, hogy nem is az én szenvedésem, ugye, mert hogyha a probléma az, hogyha én szenvedek, akkor még az is megtörténhet, hogy megkeményedek és visszamegyek a világba ezerrel. Tehát nem úgy mondta, hogy mondja Pál apostol, nem Isten felé szomorodok meg, hanem a világ felé. Megmagyarázom magamnak, hogy nincs értelme ezzel foglalkozni, mert próbálkoztam, én mindent megtettem, és hát nem volt eredménye és nem volt értelme, és szépen megmagyarázom azt magamnak, hogy nekem vissza kell menni oda, ahol eddig is korábban voltam, mert ennek az útnak nincs értelme, és akkor történik meg az, amit Jézus mondott, hogy az én második állapotom sokkal rosszabb lesz az elsőnél, ha én visszamentem a világba. Ezért Isten megengedi, hogy én a külső képekben lássam a háborút, a borzalmakat. Tehát azt kell mondjam, hogy igen, Tibor miattam szenvedett. Tehát ő olyan képeket kapott, amiután ő csak akkor kapott békességet, amit nekem ezt elmondta. És persze Isten azt, hogy mondjam, eléggé durván mutatta meg neki, hogy velem mi történik. Mert a valóságban hát nem épp az volt, mert az ugye a maga a cén tévegésem az nem jutott teljességre. Viszont Isten megmutatta, hogy én minek a magvát engedtem be magamba, hogyha az megfogam bennem, az én szívembe, az a lélektelenség, a lélek nélküliség, az, hogy én lélek nélkül döntök, hozok döntéseket és cselekszem, akkor az engemet úgymond visszavisz a világba, a világból egyenesen azébe a sülyeztőbe, a pokolba. És persze ez ugye, hát itt, amíg még élünk itt a Földön, azt kell mondani, hogy ez ajándék, hogyha ezt láthatom. És az ember el kell gondolkodni, hogy mit csinál, mit cselekszik. Mert én, hogyha cselekszem valamit, akkor Isten megmutatja, hogy annak van következménye. De nem csak rám van következménye, hanem rád nézve is van következménye. Hogyha én elbuktam, ha én elbukok, vagy ha én a hazugságban maradok bármilyen tekintetben, akkor nem csak én szenvedek, hanem te is szenvedsz. Ez a kemény. Ezt akartam valahogy kihámozni az egészből, vagyis nem én akartam, hanem valahogy jött, hogy ezt valahogy a felszínre hozni és engedni, hogy Isten kijelentse ezt, hogy nincs olyan, hogy csak az egyik testrész szenved. Mert hogyha én elvágom az ujjamat, és az befertőződik, akkor az egész testem meg fog halni. Hogyha az egyik testrész szenved, akkor az egész test szenved. És így történt ugye az apostolok cselekedeteiben az, amikor azt hiszem Anániás és Szafira ugye bűnt, tehát hazugságot, istentelenséget hordoztak magukba, és bementek abba a közösségbe, ahol voltak a többiek, a társaik, akik ugye meg voltak szentelve, és tényleg Istennek a jelenlétében voltak, és mivel hogy erős volt az Istennek a jelenléte, ők nem tudták megrontani az embereket.
az ő lelkületükkel, hanem az történt, hogy ők haltak meg. Ők haltak meg. És akkor itt az történik, abban a világban is, ahol mi most élünk, és a mi világunkban is az történik, hogyha Isten hív bennünket, és adja nekünk a mindennapi kenyeret, és megtisztít minket, de nekünk az nem kell, mi ezt nem fogadjuk el, akkor nem tudunk mi bent maradni azok közösségében, akik elfogadták Istennek az ajándékát, a tisztítást, a tisztulást, a megszentelődést. Mert ha be akarik oda menni, akkor én holtan esek össze, mint ugye a Anániás és Szafira. Vagy pedig az történik, hogy megfertőzöm azt a közösséget, ahol én bementem. Ez a két lehetőség van. Mint ahogy én megfertőztem, az engedetlenségemmel megfertőztem a barátomat, ugye, a kedves utitársamat, Isten nekem megmutatta, hogy ez nem csak rólam szól, hanem róla is. Hogyha elvágom az ujjamat, akkor, ugye, mint mondtam az előbb, az egész test elfertőződhet és meghalhatok. A fertőzés rá tud terjedni a szívemre is, és meghaltam. Nem tudom, hogy ez mennyire volt így követhető, hogy miért van az, hogy nem láthatja meg senki sem a mennyek országát. Senki az ég adta világon, aki nem kívánja az, hogy Isten őt teljesen megszentelje, megfürdesse, senki nem fogja azt meglátni. Mert oda már a lehetőségét sem tudom bevinni, nem vihetem be a lázadás lehetőségét. Annak a lehetőséget, hogy én valamit én csinálok, de lélek nélkül. Miért? Azért, mert ott ugye már minden teljes összhangban van egymással, teljes harmóniában van minden. Mindenki tudja, hogy mi a dolga. Nem kell megbeszélni, nem kell szerveződni, nem kell összeesküdni, nem kell létrehozni semmilyen rendszert, mert tökéletesen működik az életnek a rendje. És oda csak az mehet be az életnek a rendjébe, aki ragaszkodik ahhoz, aki kíván benne lenni az életnek a rendjébe, és aki örömét leli abban az élet rendjében. És emlékszem, hogy kaptam azt az álmot annak idején, amikor Istenhez fordultam, hozzá fohászkodtam, és sírtam, meg teljesen szét voltam csúszva, elaludtam, kaptam azt az álmot, egy olyan helyre kerültem, Isten megmutatott nekem egy olyan állapotot, egy olyan helyet, ahol korábban soha nem voltam. És emlékszem, hogy Levikivel beszélgettünk évek múlva, elmondtam neki, hogy hát ott láttam egy olyan embert is. Tehát ugye különböző képekben Isten megmutatta, hogy mit akar velem elvégezni. Gyönyörűséges volt, mert az álomkép az úgy kezdődött, hogy bementem egy hatalmas terembe, és hát gyönyörűséges volt. Én mindig is erre vágytam, én tudtam a szívem mélyén, hogy ez létezik. Tehát nem volt gravitáció, nem volt földhöz ragadság. Szerettem mindig táncolni, és azon a helyen az történt, hogy egyet így elrugaszkodtam a földtől, egyet így dobbantottam, és felemelkedtem a levegőbe, és forogtam. Gyönyörűséges érzés volt tényleg, azt, hogy megélhettem álomban. Isten ezzel kezdte. Tehát nem a legborzalmasabb képekkel kezdte, hanem ezzel kezdte, hogy igazából igen, az lehetséges, amit mindig is tudtam, hogy lehetséges, az valóban lehetséges. És ezt láthattam álomban. És azt is láthattam, ugye, hogy tehát ott nem volt. Az, amiről ugye már többször beszéltünk, nincsen nemiség, nincsen nemi vágy, testi vágy, éhség sincsen, szomjúság sincsen, egyszerűen nincs, nem létezik. És emlékszem, voltak ilyen kis ilyen gyümölcslé pultocskák, ahol mindenki veltett magához gyümölcslevet, de azt arra emlékszem, hogy én is ugye abból a gyümölcsléből töltöttem magamnak, de nem kívántam meginni. Nem volt az, hogy akkor azt mondom, hogy lehúzom, mint a sört, amikor az ember ugye nagyon szomjas, vagy a vizet, amikor ugye nyárban is meleg van, és ki vagy száradva. Tehát nem volt meg ez az érzés, hogy kívántam volna meginni azt úgy mindenestől, hanem csak egyszerűen csak, hogy kóstolgattam az aromáért, az ízért. Tehát nem akartam úgymond a mohón azt úgy meginni, vagy felfalni. Tehát érdekes érzés volt az, hogy tényleg nem volt sem testi vágy, sem nemi vágy, sem szomjúság, semmi nem volt, nem volt gravitáció. És emlékszem, hogy azon a helyen egy, ja igen, ami érdekes volt, igen, láttam egy embert, aki bekerült arra a helyre, és hát ugye meg kell értsem, hogy ez nem a mennyország maga, hanem ott megy előcsarnok. Szerintem az ott maga a föld,
az, ahol mi élünk a Földön. És azt láthattam, hogy egy ember úgy megzavarodik, tehát hogy ilyen zavar kerülés, valamit fellázad, valamit elkezd neheztelni, és így elkezd így, hogy mondjam így, tehát ilyen zavart állapotba kerül. És akkor az embert megfogták, és kivették abból arról a helyről. Kivitték, hogy a zavart ne terjesse tovább. Tehát az a zavar, ami benne volt, az ne terjedjen tovább. Kivitték azt az embert onnét. Érdekes volt, akkor ebből tudtam, hogy ez nem a mennyek országa, ahol vagyunk, hanem ez egy másik, ez egy előcsarnok. Úgy mondanám most így, ahogy beszélgetünk erről, vagy ahogy beszéltek erről, hogy ez az állapot az, amikor az ember a Földön újjá születhet, és belépik az előcsarnokba. Belépünk az előcsarnokba, mondjam azt a menny előcsarnokába, a bárkába, ugye Krisztussal. Ez az a hely. És ugye itt még történhetnek ilyen zavarok, amiről az előbb beszélhettem, ugye, hogy hoztam egy rossz döntést, figyelmetlen voltam, a testemre hallgattam, az egómra hallgattam, és belekezdtem egy ilyen saját projektbe, Isten nélkül, lélek nélkül. És ennek az volt a következménye, hogy az én utitársaim is, ugye, akiket ismerek, náluk is problémák adódtak, és ugye Tibornak ugye, még ő rémálmokat is kapott velem, tehát ő láthatta, hogy velem nincsen minden rendben, valami súlyos probléma van nálam kialakulóban. Nagyon kemény ez. Pú, nagyon kemény. Most akkor ebben az álomban én ugye ezt érthettem meg, amúgy az álomnak az is a része, hogy úgy ért véget az álom, hogy utána volt ez a látvány, hogy az ember úgy kicsit megzavarodott, és elkezdett utána, hogy mondjam, lázongni, meg ilyen békétlenségét kifejezte. Utána a kapu megnyílt, és mentünk a kapu felé mindannyian, akik ott voltunk. De senki nem mondta, hogy menni kell, nem volt hangos bemondó, egyszerűen tudtuk lélekben, hogy igen, most megyünk a kapu felé, és behívjuk azokat, vagy bekísérjük arra, abba a terembe azokat, akik most érkeznek. És akkor ugye úgy gondoltam, hogy azok az emberek meghaltak a Földön, de most kezd teljessé válni ez a kép, hogy valójában azok az emberek nem a Földön haltak meg, hanem ők meghaltak a földi létüknek. Meghaltak az egónak, már jól laktak az egóval, össze vannak törve, a talaj fel van szánt, vagy a törvény által, a szenvedés által, a fájdalom által, és azokat az embereket mi fogadtuk, befogadtuk ugye arra a helyre, abba a terembe, amiről most válik teljesen ugye tisztává, nyilvánvalóvá, hogy ez a terem, ez az állapot, amiben mi mostan vagyunk, a bárka, a Noé bárkája, a Krisztus bárkája, vagy a puszta, ahol Isten megtisztítja az övét, ugye, ahol minket kihívott. Ez az az állapot, amiben mostan vagyunk. És emlékszem, hogy amikor odamentem a kapuhoz, megpillantottam egy régi barátnőmet, akit nagyon szerettem, és az érdekes az volt, hogy mindig úgy voltam vele, hogy inkább az apjának éreztem magamat, mint a pasiának, és úgy a vége felé már nem is igazán jött, hogy úgy létezzünk, mint szerelmes pár, vagy ugye, hogy vagyunk a világban, a földi szerelemben. És őt láttam, amikor mint belépett arra a helyre, annyira megörültem neki, hogy hú, és hát megöleltem őt, és annyira örventem neki, de érdekes módon ugye nem volt semmilyen testi vágy, nem, meg sem fordult a fejemben, mert nem volt testiség egyszerűen. És emlékszem, hogy a karémba tartottam őt, és egyszer csak azt látom, hogy a szemem láttára ő elkezd így csökkenni, így elkezd így összezsugorodni, és végül egy kis gyermek lesz. És a karjaimban tartom őt, én egy kis pólyás babát, egy kicsi aranyos gyermek lett belőle. És itt ugye felébredtem, és az történt, hogy reggel, amikor felkeltem, én csak arra emlékeztem, hogy olyan szép álmom volt, de semmire, az ég adta világon, semmire nem emlékeztem abból az álomból. És úgy tényleg, hogy kellett fohászoljak, hogy jaj, atyám, hát olyan szépet álmodtam, nem lehetne, hogy azt én valahogy én arra emlékezzek, és abban a helyben így visszakaptam minden álomképet. És azóta is emlékszek mindenre, és most kezd úgy teljessé válni az az álom, amit akkor kaptam, amikor történt az én újjászületésem. És emlékszem, hogy évek múlva Ledikivel beszélgettünk, és ő mondta, hogy általa jött az, hogy abban az álomban minden szereplő én voltam.
az is én voltam, az a zavart elmélyű ember is én voltam, aki ugye, akiben még zavarok voltak, súlyos zavarok voltak, és meg kellett fogják és kivigyék abból az állapotból onnét, hogy ne okozzon másokban is zavart, tehát ne okozzon másokban is békétlenséget. Tehát ez van a mennyek országában, ez van az előcsarnokban, a bárkában, hogy nagyon fontos vágyakozzunk arra, hogy lélekben legyünk, ami nem egy olyan kínos dolog, mert Isten megad mindent, tehát rajta ez nem múlik egyáltalán, megad ő minden eszközt, hogy maradjunk lélek jelenlétben. Mert hogyha én bennem zavar támad, ha én engedem magamat megkísérteni a test által, a múltam által, azáltal én zavart okozok másokban is. Benned is zavart okozhatok, Tiborban is zavart okozhatok, és lázadást szíthatok, ugye? Azáltal, hogy én beengedem azt a szellemiséget, visszaengedem az életembe. Hogyha az ember ezt fel tudnánk fogni, hogy minden, amit látunk és tapasztalunk, persze abban a közegben, ahol mi élünk, mondjam azt, ugye a közeliekben, a közeliben, emlékszel a csoport, az a Skype-os csoport, annak is a neve az volt, hogy közeli, tehát nem hiába volt az a csoportnak a neve az, hogy közeli. Miért? Azért, mert mi voltunk egymás számára közeliek, ugye, akik együtt indultunk ezen az úton, és Isten minket együtt tanított, és azt is megértük, hogyha valakinek kínlódása volt, vagy valami fájdalma volt, akkor a többiek is ugye abból részesültek, mindannyian abból részesültünk. És érdekes, hogy ugye például Tiborral is nem beszélgetünk, nagyon ritkán beszélgetünk, és mégis, amikor bennem zavar alakult ki az engedetlenségem miatt, ugye az én bűnöm miatt, akkor azt ő is érezte, hogy Isten engemet emlékeztessen azáltal, hogy ez nem csak rólam szól. Tehát a mennyek országában az ő jelenlétében sem rólam szól. Jóformán semmi sem szól rólam. Úgy szól rólam, hogy én örömködöm abban, amit látok, és más abban örömködik, amit bennem lát. Tehát mindannyian örömködünk azokban a képekben, amiket láthatunk egymás által. Mert mindenkiben Istennek a dicsősége jelenik meg. Ugye, színről színre. Tehát benned is, benne is mindannyiunkban az ő dicsősége jelenik meg. Ezért én nem csinálhatok azt, amit akarok, hanem tényleg én benne kell létezzek abban a lélekben, Istennek a lelkében, hogy csak azt csináljam, amit ő akar, mert az tökéletes, az gyönyörűséges, és az dicsőséges. Még van egy hatalmas tanítás ennek kapcsán, ezt is úgy érzem, hogy jó, fontos elmondani, hogy még volt korábban is, ugye, mert többször buktunk el, én is, hát én többször buktam el, lehet többször, mint ti, vagy mások, teljesen mindegy. És hát volt olyan, hogy kaptam figyelmeztetést, de olyan is volt, hogy aki adhatott volna nekem figyelmeztetést, az az ember nem volt ő sem figyelmes teljesen. Tehát ő olyant is mondott, amit már nem kellett volna mondjon. Tehát ő kapott álomképeket rólam, amiben én éreztem, hogy abban van igazság, de mégis nem tudtam fogadni, mert az a lelkület, ami benne volt abban az emberben, nem volt tiszta. Tehát nem egy olyan pozícióból beszélt hozzám, ahova őt Isten helyezte, hanem egy olyan pozícióból beszélt hozzám, ahova ő helyezte saját magát. És el kell mondjam ezt is, hogy annyira gyönyörűséges és dicsőséges volt, hogy Tibor elmondta, megvallotta azt, hogy ő, amikor látta ezeket az álomképeket, akkor ő fellázadt. És ő is meg volt kísértve, hogy egy olyan pozícióba helyezze magát, hogy akkor ő miattam ilyen álomképeket kell kapjon, vagy valami ilyesmi, hogy mint hogyha ő már szent volna, vele már minden oké volna, és tehát hogy fellázadt ő is ugye magában. És meg volt kísértve, hogy ő sem az alázat pozíciójából beszéljen hozzám, hanem a fölényességből, hogy ő már ki tudja, hogy hol van, hogy ő nem bukott el, vagy hogy minden oké, érted-e. És amíg ez volt benne, amíg ő meg volt kísértve, addig nem kapott ő engedélyt arra, hogy írjon nekem. Vagy volt olyan, hogy írt és ki is törölte. De akkor, amikor ő szembesült azzal, hogy ő hogyan bukhatna el ebben az állapotban, na azután ő rám ír, és tudtunk beszélni, és tényleg olyan alázattal és olyan szeriden tudta nekem elmondani azt, amit el kellett mondjon, hogy én nem azt éreztem, hogy Tibor beszél hozzám, hanem
hanem azt éreztem, hogy atyám beszél hozzám az atyám fián keresztül. Érted? Tönyörűséges volt. Na ezt akartam én már jó ideje valahogy kimondani magamból, mert éreztem, hogy ez hatalmas és dicsőséges és gyönyörűséges. Hogy igen, Isten még a mi elbukásunkban is megdicsőül, megmutatja magát, az ő jóságát, az ő kegyelmét. Persze ezért mi nem kéne halmozzuk a tévegéseket, a bűnöket, úgymond, csak azért, hogy Isten megmutassa magát, hogy akkor hogyan oldja meg ezt a szituációt. Viszont azt kell mondjam, hogy hatalmas tanítás számomra, és ilyenkor fogja az embert úgy a szó legjobb és legnemesebb értelmében az Isten félelem. Amikor az ember tényleg vágyik arra, hogy benne legyen a teremtőjének az akaratában, és ahhoz ragaszkodjon teljes mértékben, ugye, az ő akarat, az ő szavához, hogy ne okozzon zavart sem magában, sem másban. Mert a mennyek országában, hogyha valaki megzavarodik, ugye ez zavartá válik, az a zavar az úgy átterjed másokra is. Persze, hogyha valaki ismeri a Bibliát, az Ószövetségi rész, akkor abból ugye ez teljesen egyértelműen kiolvasható. És nem is olyan rég még szokás volt, és tudom, hogy az Isten szerint elrendelt szokás volt, hogy például a nők nem mentek templomba, amikor ők tisztulási folyamatban voltak, ugye menstruáltak, templomba nem mehettek. Ez le is van írva a Bibliában, hogy nem is volt szabad senkivel se érintkezzenek, mert ők akkor tisztultak, és senkit ne fertőzzenek meg. Tehát az Ószövetségben ez le van írva, testi módon, testi szinten van ez úgymond megmutatva, de le van írva, hogy a rossz, a gonosz, vagy a bűn, az életlenség az átterjed. És Jézus is beszél erről, hogy jaj annak, aki egyet is megbotránkoztat a gyermekek közül, amiről beszéltünk mostanig. Tehát ugye ki veszi őt ugye a gyermeki létből, a gyermeki állapotból, ahol ő még hallja mindenható Istent. Tehát ezért érdemes odafigyeljünk nagyon jól, főképp amíg az idő még tart, ugye az idő végezetéig, figyeljünk arra, hogy Jézus mondta, hogy a lélek ugyan kézzel, a test erőtlen, hogy maradjunk lélekben, szüntelen fohászkodjunk, legyünk lélekben, és virasszunk, hogy kísértetben ne essünk. Mert a lélek ugyan kész, a test erődlen. És hogyha én kísértetbe esek és elbukok, akkor nem csak én buktam el, hanem elbukott más is. Persze Isten megóvja az övéit, de nekem is szembesülnöm kell azzal, hogy az én bűnöm következtében más is szenved. A szülő bűnének következtében a gyermek szenved. És ugye a testvér bűnének következtében a testvér szenved. Ezért is mondja úgy ugye Pál apostol, hogy a Jézus az elsőszülött, a feltámadottak közül, ő az elsőszülött, és utána következünk mi, ugye, hogy testvérek vagyunk. Vagy van az a szép történet, hát szép, elég kemény történet, amikor van egy iker páros fiatal emberek, és az egyik Isten szerető ember nagyon ragaszkodik Istenhez, és imában van, és ugye úgy érzi életét, ahogy Isten azt megmutatta, és van neki lelki békéje. A másik a békességet pedig ugye a világban keresi. Elmegy diszkóba, szórakozni, minden. Ott egy nő miatt összevesztek, egy lány miatt összevesztek, egy másik férfival, eltörte az üveget és megölte azt a másik férfit. A nő szerelméért. És amikor meglátta, hogy mi történt vele, akkor ugye persze elmenekült a helyszínről. Hazarohant. A testvére kinyitja az ajtót, és látja, hogy az ő iker testvére véres ruhákban van. És nagyjából sejtette, hogy ő bajba keveredett, bajba került. És azt mondta neki, hogy vetkőzzél le, menjél be a fürdőbe, fürödjél meg, és vedd fel az én ruháimat. Ezt mondta a testvére neki, hogy aki már meg volt tisztulva Isten kegyelme által. És közben ez a testvér felvette a tesójának, ugye a gyilkos tesójának a véres ruháit magára vette. Jöttek a rendőrök, és elvitték őt a testvére helyett, mert ikrek voltak. És ő vállalta a büntetést, ugye azt, hogy a rendőrök őt vigyék el a testvére bűnéért. Ez ugye hol történt volna máshol, mint Amerikában, és mivel, hogy ölt az ember, ezért ugye halálbüntetés járt érte, és azt mondta, azt üzente a tesónak, ez aki vállalta
a bűnökért való fizetséget, hogy én ma meg fogok halni a te véres ruháidban. Megkérlek szépen, hogy vigyázz az én tiszta ruháimra. Hatalmas dolgok ezek, hogy mennyire fontos vigyázzunk a saját ruhánkra, mert hogyha az én ruhám véres, akkor nem csak az én ruhám véres, hanem mindenkinek a ruhája véres, aki közel van hozzám, aki az én családtagom, lelki értelemben persze, aki az én atyám fia. Hogyha az én ruhámat beszennyezem, akkor a te ruhád is szennyes lesz azáltal. És persze ezt ugye egy világember, hogyha hallja, ő is elgondolkodhat ezen, hogy igen, erről szól a teremtés. És így lehetne a teremtést megtisztítani, hogy mindenki vigyáz a saját ruhájára. Először is kérj Istentől, hogy az ő ruhája megtisztuljon, ahogy mondja Jézus a Jelenések könyvében, hogy vegyünk magunkra fehér ruhát, ugye? Fehér ruhát, öltözzünk fehérbe. És ez nem külsőleg, mert nagyon sok helyen ugye vallási szokás szerint külsőleg fehérbe öltöznek, de belsőleg viszont feketében vannak. A belső nincsen megtisztítva, hogy vegyünk tőle fehér ruhákat, tiszta ruhákat, legyen nekünk öltözetünk, és ne látszódjon ki a mezítelenségünknek a rútsága. Mert hogyha ez nem ezt tesszük, nem így cselekedjük, akkor ugye a mocsok, a szemét és a bűn, a tévelgés, a lélektelenség, a lélek nélküliség az át tud terjedni egyik emberről a másikra. És így okozunk fájdalmat a külső világban, és így mondhatjuk ki azt, hogy igen, mi vagyunk minden háborúság okozója, minden fájdalom okozója, ami van a világban. Isten könyörüljön rajtunk. Ugye ezért veszélyes ezek a jó és tanítások, hogy a gyermek úgy születik, hogy hozza magával a bűnt. Jézus nem ezt mondja, nem azt mondja, hogy megrontják őt. Megrontják, tehát nem azt mondja, hogy a gyermek hozza magával a bűnt. Van egy ilyen veszélyes tanítás, hogy hát ő karmikusan hozza magával, és akkor pont abba családba születik, ahol pont azt a pofot fogják neki adni, ami neki jár. Igen, meg hogy az az élet értelme, hogy mi tanítsuk meg a gyermeket. Hát amire mi megtaníthassuk, az az, hogy a világba, ugye, a világba világ szerint éljen. Tehát amit mi is megtanultunk, csak azt taníthatjuk. Az életet nem tudjuk megtanítani. De amit mondasz, tehát pont ez jött a horoszkoppal, az asztrológiával is. Tehát, hogy a horoszkop az első, amilyen ilyen ártalmatlan módon a gyermek figyelmét ugye felkelti, hogy fú, a szülők nem értik meg, vagy az iskolában nem értik meg, a pap nem érti meg a hittanórán, na de végre van egy horoszkop, amit mindent tud a gyermekről, és hát a horoszkop ugye a csillagjegy szerint felruházza az embert egy olyan identitással, amivel a gyerek ki tud egyezni, és akkor a gyermek így lépik rá, tehát a tinédzser korba tudatlanul így lépik bele az ezotériába. Amiről ugye, tehát az ember ilyenkor nem jár utána, hogy most vajon a horoszkopnak mi az eredete, honnan ered, mi a forrás, az senkit nem érdekel. De az, hogy mit mond rólam, vagy mit ígér nekem, az mindenkit érdekel. Tehát ezt is írja, hogy az asztrológia, vagy csillagjóslás, görögül kifejezés, a görög asztron, csillag, és logosz szó, tudomány szavakból ered. Az úgynevezett ezotérikus tanok egyike, és ugye feladata a bolygók állásából egy adott időpontban bekövetkezett esemény, legtöbbször egy személy születése, sorsának minél pontosabb meghatározása. Tudománytörténeti szempontból, mint egykor a csillagászat része, érdemes tanulmányozni, az asztrológia azonban maga nem tudomány. Tehát még itt is, ha valakit, tehát a bennünket, mert ebbe, tehát itt csak magamról beszélhetek, ha engem egy picit is jobban érdekelt volna, hogy oké, de ennek mi a forrása? Tehát ki mondja ezeket a szép dolgokat rólam, ki ígér nekem mit? Tehát hogyha már akkor lett volna egy kis igazság, szeretetem, akkor érdekelt volna, hogy az asztrológiának, a horoszkopnak mi a forrása. És akkor már lehet, hogy nem nyúltam volna bele a tűzbe. De mivel, hogy megtanultuk, hogy senkit nem érdekel,
csak a gyors megoldás, a könnyű megoldás, a szép szavak, így ezért sokkal jobban meg tud fogni egy embert, egy embernek a figyelmét, és fel tudja építeni az egót. Tehát meg tudja bélyegezni az ember lelkét, mert nem a ne, a sok nem van benne, hanem hogy itt kapsz egy olyan képet, amivel azt mondod. Tehát ugyanaz, mint az Édenbe, hogy hát istenek lehettek, és igazából az ember így lesz Isten, tehát egy csillag képet veszi a logoszt, ugye? Pedig Jézus mondja magáról, hogy ő a hajnal csillag, tehát aki mindvégig kitart, az megkapja a hajnal csillagot. Na most az asztrológia ugyanezt csinálja, fogja a szót, a logoszt, és ad egy képet, egy hamis képet. Tehát azt is írja a történetéről, hogy az asztrológia kialakulását az európai hagyományok elsősorban Mezopotámia, illetve Babilónia papságához kötik. Tehát már megint hol tartunk? Hát már megint a papoknál, az előjáróknál, az írástudók, farizeusok. Ennek nyomán alakult ki az asztrológia az ókori Görögországban, második században, valamint a hellenizmus idején, a Közel-Kelet jó részén, ugye Éva és Ádám hova mentek, amikor kijöttek az Édenből? Édentől keletre. És ugye Európán kívül Indiába, Kínába, valamint az asztékoknál és a majáknál is alkalmazták. És ami még érdekesség, hogy az alapelve, mit tudom én kihez kötődik, itt a nevet nem akarom kiolvasni, de a smaragd tábla, ez is egy ilyen kőbe vésett alapelve, itt latinul van írva, de a magyar fordítást fogom mondani, hogy ami lent van, az megfelel annak, ami fent van. És ami fent van, az megfelel annak, ami lent van. De hát ezt Krisztus, Jézus ezt fordítva mondta, hogy ami legyen, ahogyan a mennyekben, ugyanúgy legyen a földön is. Na de az Antikrisztus mit csinál? A sátán ezt megfordítja. Azt mondja, hogy ahogyan lent van, ugye az a hierarchia, ugyanúgy van fent is. És ami fent van, az az egyetlen varázslatának a műveletét hajtsd végre. Na, mert minden, ami lent van, az megfelel a fentnek. Tehát mindenki van forgatva. Igen, én is találkoztam ezekkel az elvekkel, ez a Hermes Trismegistus féle smaragdtábla. Ez a tényleg az alapja ez. Igen, és az emberek nem is gondolnák, és amióta Covid-nak vége lett, tehát napi szinten az nem probléma, vissza vannak jövő az asztrológusok, a jósok mind ott mennek a tévébe, a magazinokba, az interneten, és ezt minden, szinte minden ember, minden embert érdekel az ő csillagjegye. És ha bár nem is mindenkit érdekel ez a mindennapos jóslás, viszont, mert ugye itt írja, hogy a bulvár asztrológián keresztül van megfertőzve az emberiség, tehát a médiába elterjedt asztrológiai rovatok elsődleges célja a média olvasottságának a növelése. Az itt, de hát ez elég a kis kovász, ugye, ami majd megkeleszti a tésztát. Az itt közzétett információk általában túlságosan általánosak, semmit mondóak. Csak a születés csillagjegyet veszik figyelembe. Na, de hát ez már a mag, ez elég. És hát ugye akkor a szimbólumokkal, ugye ott van, hogy ott vannak a faragott képek, amiről ugye a második parancsolat, ha ki van véve, akkor az ember nyugodtan játszhadozhat ezekkel is, töltekezhet be ezzel a tudománnyal. És ez már, ez egy olyan kemény fenevad bélyeg, annyira azonosul az ember a csillagjegyével, és annyira kalkulálja ezáltal az esélyeit, és befolyásolja a sorsát, hogy ez egy kőkemény páncél, amit ugye Jézus, amire majd aztán ugye következményeként megint rájön a vallás, tehát borzasztó. Na, tehát annyit még akartam mondani, hogy már nincsen olyan társalgás, amibe ez a téma fel ne vetülne.
És hát gondolom én, hogy azért is kaphattam, mert elég sok szellemi harcon mentem keresztül ezzel kapcsolatba, és hát bővebben, tehát nekem elég volt az, hogy Isten kegyelméből, hogy nekem nincs szükségem a horoszkopra, és nem azonosítom vele magam, viszont sok ember meg van ezzel kötözve, és nem, mivel bele van víve a keresztény, tehát a keresztényeknél sem probléma az, hogy ott is mindenkinek van csillagjegye, és foglalkoznak a horoszkopokkal, és ott sem kapnak, úgymond, na erre látod, nincs tiltás, tehát a horoszkop az nyugodtan belefér. És például hát ezekre épültek fel a mitológiák is, tehát ugye a bolygók állása, minden bolygónak volt egy istene, és hát ez a 12 állatöv csillagjegy, ez mind egy-egy isten volt, akihez az adott csoport ugye imádkozott, hogy megkapja azt, ami kell az ő életéhez, földi életéhez.